Hello mindenkinek, Rafanir vagyok, ez pedig itt ismét a Sekai wa Sukudake no Kantana Oshigoto. Ez a cím mindig brutális. Először is elnézést azért, amiért ilyen sokáig kellett várnatok az új részre. Csak hát a japán nyaralásos videókkal voltam elfoglalva, és azokon akartam túl lenni. De most már minden visszatér a régi kerékvágásba. Ebből is rendszeresen fognak jönni az új részek, meg hamarosan lesz most már Yandere szimulátor is, valamint jó pár anime bemutató is tervbe van véve. Na de most térjünk vissza ehhez a visual novelhez. Nyilván emlékeztek rá, hogy az előző videóban, vagyis ennek a végijátszásnak az előző részében feltettem nektek egy kérdést, hogy melyik lányt válasszam. Ugyanis a játékban most értünk ehhez a nagyszabású döntéshez, hogy mégis melyik lány mellett kötelezzük el magunkat. A démon nagyúr Ciel, a gyerekkori barát Akari, a loli hercegnő Lumine és a büszke elf Aurora. Igazából nem bánnám, ha mondjuk lenne még egy Luna meg egy Arine végigjátszás is, mert azért ők is jó fejcsajok, de mindegy. A tiétek volt a lehetőség, hogy megszavazzátok a játék további alakulását, hogy mégis melyik lánya jöjjek össze. Mármint Arata melyik lánya jöjjön össze. Megszámoltam minden szavazatot, ami a lányokra érkezett, úgyhogy most már következzenek az eredmények. Ja, egyébként az összes lányjal végig fogom játszani, tehát nem kell amiatt elszomorodnotok, hogy most nem azzal fogom, akire ti szavaztatok. Minden lány szépen sorra fog kerülni, hogy hogyan azt még kigondolom. Na azt mondja, hogy a negyedik helyezeten végzett összesen csak 19 szavazattal a gyerekkori barát Akari. Összesen 19 szavazat. Igazság szerint eléggé el van maradva a többi versenyzőhöz képest. És hogy a negyedik helyezeten végzett, tehát leghátul, ezt meg tudom érteni igazság szerint. Ha belegondolunk, ő csak egy hétköznapi lány. És egy démon nagyúr, egy szépséges elf, és egy hercegnő mellett azért nem olyan nagy eresztés. Persze nagyon aranyos és kedves karakter, ráadásul ő ismeri a legrégebb óta Aratát, úgyhogy neki is nagyon kíváncsi vagyok a végigjátszására. De végül is ez az eredmény azt a tényt erősíti, hogy animékben a gyerekkori baráttal sosem jön össze a főhős. Na szóval akkor Akari lett az utolsó. A második és a harmadik helyezett között nagyon szoros volt a verseny. Olyannyira, hogy összesen egy szavazat különbség van. A bronzérmes. A harmadik helyezett. Összesen 28 szavazattal. Nem lett más. Mint a loli hercegnő Lumine. Nos, ő is nagyon cuki karakter, meg kell hagyni. Bár mondjuk én biztos nem őt választanám elsőre. Tehát akkor Lumine lett a bronzérmes. De most menjünk tovább. Ki lett vajon a második helyezett? Sőt, most ezzel ki fog derülni az első helyezett is. Összesen csak egy szavazattal hagyta le a bronzérmest. 29 szavazatot sikerült összegyűjtenie. Az ezüstérmes lány a dobogó második helyén. 29 szavazattal. Aurora! Nos igen, hát Aurora nagyon jó fej és nagyon dögös csajszi. Nekem a kedvenceim között van. Az első helyezett pedig az aranyérmes, úgy gondolom már egyértelmű. Elsöprő győzelemmel, 47 szavazattal. A démon nagyúr, Ciel! Igazából sejtettem, hogy ez lesz a végeredmény. És hát személy szerint én is őt választottam volna elsőnek. Úgyhogy az eredmény, Ciel 47 szavazat, Aurora 29 szavazat, Lumine 28 szavazat, és Akari 19 szavazat. Úgyhogy nem is húzom tovább az időt. Lássuk Ciel végigjátszását. Na akkor fiúk, lányok, kezdjük el Ciel rútját. Arata elmerengett. Nem szabad, nem szabad, távozz tőlem, kísértés! Na látjátok, milyen jól nevelt Arata? Nem szabad ilyen vágyakkal telve ránéznem, illetlenség vele szemben. A felgyorsú szívverésemmel lenyugtatva fordultam ismét mindenki felé. Akkor menjünk is! Amíg hazaérünk, addig tart a kirándulás, még nem szabad kiengednem. Rá kellett jönnünk, hogy a kirándulásunk még nem ért véget. Eléggé meglepő az időzítésetek. Megjött az enemy duo.
mintha csak lesben állva vártak volna a lehetőségre. Még így is figyelmesek voltunk, igazán megköszönhetnéd. Köszi szépen! Szó, hontól nára mizőmi, de oszottem a nyokottanó. Tanosszóni aszondelő kará, te hajte mattita agetanda kará. Na, egész jó fejelen felek. Szépen kivárták, amíg befejezik a pancsolást. Meg Arine sunájának a nézegetését. Bizony, megtámadhatunk volna a tónál is, de annyira boldogan szórakoztatok, hogy megvártuk, amíg végeztek. Sinjau chokuzen kurai, ii omoi wo sasete ageyo, te ne? És ezt ilyen cuki arccal mondja, hogy a halálod előtt jó emlékeid legyenek. Értem, tehát azért jött a megbízott, hogy megölje a hőst. Hát nem is azért, hogy sakkozzon vele. Mindenki elé álltam, hogy megvédhessem őket. Luna és Aurora harci állásba állt, de hátrébb küldtem őket, hogy védjék a többieket. Ezek itt erősek, minden érzékem ezt mondja. Hát ha jól emlékszem, a démon nagyúr is ezt mondták az érzékeid, aztán egy félperces meló volt elintézni. Na jó, ezek biztos keményebbek lesznek. Már azt is tudod, hogy minket megbízottnak hívnak. Szépen utána néztél. De először is szeretném megköszönni, hogy a figyelmeztetésemet nem vetted figyelembe. Szóval egy szívből jövő vigyorra az arcán válaszolt, mint egy prédáját megtaláló farkas, éles vigyora. Ez a áldás vigyor. Ennek köszönhetően harcolhatok veled. Régen volt ilyen lakoma előttem. Úgyhogy jól ki kell élveznem. Shine! Miokai! Agent Gear! Kido! Vettem! Agent Gear! Aktiválás! Húha! A szavaival együtt Shine teste fényé vált, majd Szól lábait körülvéve ezüstös páncél lett belőle. Master! Aite wa watashi to onaji original gear to suitei dekimasu. Sakihodo made no sugata wa yahari watashi to doutou no koudo na sapoto AI ka to. Tehát Shine akkor pont olyan, mint Rei. Mester, az ellenfél valószínűleg ugyanolyan eredeti Gear, mint én. Az előző alakja pedig valószínűleg olyan támogató Emi, mint az enyém. Aha. Tehát akkor Shine az pontosan olyan, mint Rei. Csak sokkal nagyobb és nem hasonlít rá. Rendben, értettem. Tehát nagyon veszélyes ellenfél. Érdekes. Gyerünk, Rei! Brave Gear, kidóshimasu! Brave Gear aktiválás. Narata, adjál neki! Erre Rei fénye körbefogta a jobb kezemet. Hős és megbízott. Eredeti gír az eredeti gír ellen. És kéz a láb ellen. Tökéletes ellentét. Szinte nevetni tudok rajta. Na. Először teszteljük le! Gyerünk! A köztünk lévő nagyjából 5 méteres távolságot Szól egy ugrással eltüntette, majd ezt a lendületet kihasználva a jobb lábával támadt. Rei, gyerünk! Éter teljesen átirányítva a védelemre. Mehet? Amikor először harcolunk egy ellenféllel, akkor akár egy kis kockázatot is vállalva, de fel kell mérni az erejét, különben nem jutunk előre. Ezért csak a védelemre koncentrálva, direkt a jobb kezemmel védtem ki a rugást. Püf! Kú! Egy tompa ütés a Brave Gear páncián keresztül átjött, majd a testemet nagyjából 10 centire hátra tolta. Az összes erőt a védelemre fordítva is, ez elképesztő. Direkt közvetlenül fogadtad? Te tényleg érdekes vagy. Valóban érdemes téged megölni. Ez a Szól jó karakter egyébként. Látszik, hogy azért megbecsüli a jó ellenfeleit, és örül, ha végre egy igazi méltó ellenféllel találkozik. Látszik, hogy tényleg a harcért él. Az én csapásom így megállítani? Milyen szemtelen! Szól! Nyírd ki!
Ezt majd akkor mond, ha elég erős leszel hozzá. Na, végre egy méltó ellenfél. Ez nem fél perces csata lesz akkor. Most én jövök. Erőteljesen beleállva, a közvetlenül előttem álló Szól felé eresztettem egy gyilkos csapást. De a Szól könnyedén kikerülte, és hátraugrott egy lépést. Majd a következő pillanatban már ismét felém repült a jobb lába. Mindjárt csak a lába repült felém. Tehát így letépte a lábát és így felém hajította. Az igen. Ezt a reflexzerű oldalra ugrással kikerültem. Szinte csoda volt, hogy nem kaptam el. Hogy nem kaptam be. Gurulva távolságot szereztem, majd felálltam. Ez Szól minden üldözés nélkül megvárta. És lenézően rám nevetett. Várok, csak nyugodtan. Na látszik, nem akarja ezt gyorsan lezavarni ezt a csatát. Te látni akarja, hogy az ellenfele mire képes. Ez a fickó tényleg veszélyes. A saját világomban elég sok veszélyes dolgot csináltam, úgyhogy tudom. Ez igazi, valódi halálig tartó harc. Ráadásul az ellenfél valószínűleg erősebb nálam. Ez a különbség a tapasztalatból adódik. Igazi, halálig tartó harcnak a tapasztalata. A teljesen nyugodt Szólt figyelve, lassan loptam a távolságot. Az ő fegyvere a lába. Bár már csak egy van neki, mert az egyiket elhajította. Az ereje nagyjából a kéz háromszorosa. Ha bekapom, végem. De nem olyan rugalmas, mint a kéz. Ha sikerül kibillentenem az egyensúlyából, vagy ha a közvetlen közelébe tudnék férkőzni, nem, arra ott van az előbbi ugrása. Ajaj! Niramekko nanka shitatte tsumanne darou ga. Douse omae no make wa kimatteru nda kara. Yareru kagiri ni agaite ore o tanoshimaseru ya. Hé, ha csak egymásra nézzünk, az unalmas. A te verességed már eldöntetett, úgyhogy csinálj, amit akarsz, de legalább tedd érdekessé. Egyértelműen lenéz engem, de ez csak természetes, hiszen azt sem tudom, hogy igazán hogyan kéne harcolnom ellene. Igen, ez nem túl jellemző rám. Ajaj, arra te most kemény fába vágtad a fejszédet? Ha az ellenfél ennyire erős, felesleges ilyen sok mindenen gondolkodni. Kezdjünk egy egyszerű verekedésbe, aztán majd lesz valami. Ahogyan elnézem, ő is harcos típus. Ahelyett, hogy tervez szőne, a tiszta erejével szeret összecsapni. Akkor viszont nekem sincs értelme a nem létező eszemet használni. Jövök! És egyszer meg is mondja neki. Gondolkodás nélkül a teljes erőmmel az előttem lévő férfi felé lendítettem az öklömet. Ó, na ez meglepte. Ezen Szól először meglepődött, ma sietve elkerülte. Nanda, yareru janega. Ima no kobushi, maji ni ii kanji datta. Élvezi a harcot. Shikamo masshoumen kara toka. Oke, notta zo. Ájszbeki bakajáró! Kukukú, tudsz te, ha akarsz. Ez egy igen jó ütés volt, ráadásul szemből. Oké, én is felpörögtem, te ostoba. Szól teljesen bekapcsolt. Na, Shine már tudja, hogy milyen ez. Master, bógyot a kógeki no éteru hajbun wa ukemocsimasz. Zombunni dózo! Mester, a védelem és támadás étel elosztását majd én irányítom. Adj bele mindent, amit van. Rendben, gyerünk, Rey! Ezzel elkezdődött a szemtől szembeni harcom Szólal. Ha bármelyikünk tisztán betalál, még ha kívni nem is tudjuk egymást, de igen nagy sebet ejtetünk, ezért folyamatosan a szem előtt tartva, hogy egy ütéssel nyerhetünk. Elkerültünk, védtünk és visszavertük egymás csapásait. Olyan volt valójában, mint a két gyerek verekedett volna, csak itt az életünk volt a tét. Néha nem teljesen kivédett és az éppen elkerült ütésektől, a testünktől sérülések jelentek meg. Nem tűnnek vészesnek, de mindketten eredeti gíreket használunk, így ezek a sebek nagyobbak, mint amekkoráknak kinéznek. De mindig, amikor egy kicsit megingunk, biztos nagyobb ütést kapunk be. Ekkor ezt a harci szellemünkkel ezt elnyomjuk, majd folytatjuk a teljes erejű összecsapást. Hős és megbízott. Uga! Az ököm és Szól jobb lába pontosan eltalálták egymás legerősebb pontját, amitől mindketten hátra repültünk,
nagyjából egy 10 méteres távolság alakult ki közöttünk. Na, úgymond, ahogy elnézem, mindketten méltó ellenfelei egymásnak. Most már legalább azért Arata is látja, hogy ebben a világban az élet azért nem csak játék és mese. Fúha, a fenébe, ez tényleg erős, fú! Tenékozó honki de oreo tanosimaszte kreangette! Tomannézó, koreamó! Na, valaki legalább jól szórakozik. Te is tényleg elszórakoztatsz engem, már nem tudok megállni. Elég sok sérülés lehet neki is, szóval mégis nyugodt volt. Ha így folytatódik, így fogom hamarabb eldőlni, még mindig nem vagyok elég edzett. Van ezt a különbséget kitöltő erőm, de most ezt használni, ráadásul élesben még nem próbáltam ki. Nem mintha lenne a választási lehetőségem. Elszántam magam. A hős, aki mindenkit megvéd, nem veszíthet, ezért ez egy szükséges erő. Rey, csináljuk azt! A légzésem lenyugtatása közben Reyhez szóltam. Full drive! Szóre wa... Ye, liokai shimashita. Anata ga szóre o nozomu to yu no nara. Az? Nem, semmi, értettem. Ha ezt kívánod? A Brave Gear 100%-os erejét kihasználó mód, ez a full drive mód. Ahogy hallottam, eléggé nagy terhet ró a használójára. Valószínűleg Rey is ezért hezitált el egy pillanatra. De aztán mégis inkább engedelmeskedett. Master, watashi wa anata o shinjimasu. Deskara anata mo watashi no shindai ni kotaete kudasai. Mester, én bízom és hiszek benned, úgyhogy ajánlom, hogy ne okoz csalódást. Természetesen, a fegyver és használója egy test és lélek. Az életünk egymástól függ. Minden erőmet összeszedve felálltam, majd szóra néztem és elmosolyodtam. Na most, én jövök. Ezt látva Szól egy éles vigyorral válaszolt. Mada akiramenette ka? Ide. Koroshigai ga ari sugite, sakki kara kao no yurumi ga osamanne yo. Kukukuhu, még nem adtad fel? Téged tényleg érdemes megölni. Annyira, hogy egyszerűen nem tudom abba hagyni a nevetést. Dakara, koizo szabisz da! Szagoi! Shōmen kara demo, ushiro kara demo, enkyori daro ga, jimen no naka kara daro ga, arairu kōgeki o abisete misuro! Ezért adok neked egy esélyt. Gyere! Előről, hátulról, messziről, a föld alól, bárhonnan megtámadhatsz! És a levegőből? Ore wa soitsu o kawashite, omae ni zenryoku no ichigeki o buchikonde yaru! Daga... Azt én úgyis kikerülöm, és egy teljes erejű támadással véget vetek ennek. De ha nem sikerül kikerülnem, akkor te győztél. Zoro wa aikawarazu tanoshii tatakai shite kureru yatsu ni wa amai yo ne. Ima no uchi ni tataki tsubushichatta hou ga raku na no ni. Shine-nak is megvan a véleménye. Fú, szóval mint mindig. Kedves azokkal, akikkel jót tud harcolni. Ha most szétvernénk, egyszerűbb lenne. Ha, végre egy jó lakomát találtam, ezért sajnálnám, ha nem rágnám meg rendesen. Szól boldogan és érdeklődve várta a támadásomat. Rendben, akkor olyat szolgálok fel neked, amilyet még nem kóstoltál. Na, rajta Arata. Gyerünk, Rey! Limitter kaiju. Ether ryudou ryou 100%. Shinshoku kaishi. Shutsuryoku zenkai. Full drive mode start. Határoló kikapcsolva. Éter sűrűség 100%. Erózió megkezdődött. Teljesítmény maximális. Full drive mode aktiválás. Badum. A szívverése megerősödött. Egy fény tört elő. Méghozzá jobb kezemből, majd az egész látáson befette, végül teljesen körülölelt. Hé, lehetséges, hogy ő? Szól hangja az élvezethez közeli volt. Na most csinálj sátat a gatyájában. Szóra, jabai jó kore! Brave Gear-no shutsuryoku ga arienai hodo ni takamattere! Machigai nai, kore wa... Szól, ez veszélyes! A Brave Gear teljesítménye hihetetlenül megnövekedett! Ez nem lehet más, mint...
Brave Gear Full Drive. A kiáltásomra a fény eltűnt, a helyén pedig az egész testemet befedő páncél jelent meg. Ó, badass. Mint egy Power Ranger. Igen, érzem a bennem folyó hatalmas erőt. Az eddigiekkel össze sem hasonlítható erő. Minden ellenfelet elpusztító, tiszta erő. Ezzel egy időben az egész testem sikított. Ez az erő túl nagy egy embernek, ezért csak azzal, hogy most együtt létezem vele, úgy érzem, összetör. Ezt nem fogom sokáig bírni. Hát ez a full drive akkor tényleg óriás nagy power. Ezért. Ezzel egy támadással elintézem. Na lássuk, most már kíváncsi vagyok én is. Mindent belesűrítettem ebbe, majd szól felé rohantam. Koko de soitsu o dasu ka? Daseru no ka omae? Hogy élvezi a harcot. Itt húzod ezt elő, képes vagy erre is? Izo, kinitta, maji kinitta. Suge e omae. Ikuzo shain. Kocchi mo dashi o shimi nashita. Ez jó, imádlak, tényleg imádlak, lenyűgöző vagy. Gyerünk, Shine, ne fogd vissza semmit! Wakatta! Shuryoku zenkai! Értettem, maximális teljesítmény! Na most már ő is full power-ön lesz. Szóval jobb lábából eddig nem látott hatalmas erőt éreztem. Teljesen komolyan ezzel az egy csapással akar kiiktatni. Az előző szavaid úgy látszik betartja és várja a támadásom. Ki tudja először a másikat kiütni, ez fog dönteni. Szorosan ökölbe szorítottam a kezem és felemeltem, majd teljes erővel lecsaptam. Fenébe, gyors! De Szó reagált az öklömre és megpróbálta kikerülni. A Szó technikái minőségben és kivitelezésben is biztosan az enyémek felett vannak, ezért azzal nem versenyezhetek. Az összes erőmet beleadtam, ezzel a tiszta erővel fogom a technikáját összezúzni. Majd a találat pillanatában éreztem, hogy az öklöm beleméd a testébe. Na akkor betaláld! Gua! Na ez már tényleg fájt neki. A szemem sarkába láttam, hogy a csapásomtól Szó a teste elrepült, majd a földnek csapódott. Master, sasuga desu! Mester, elképesztő! Ha-ha-ha, megcsináltam! Fuá! Valahogy ezt ki tudtam nyögni, majd térdre rogytam. A testemet szörnyű fáradtság és fájdalom uralta, tehát ez a full drive hatása. Majd éreztem, hogy a testem lassan eldől, de nem tudtam tenni semmit. Egy ujjammal sem tudtam mozdítani. A szemhíjam is lassan lecsukódott. Na, itt csimatta gara na. Hát azt mondtam, ha nem kerülöm ki, akkor te győztél. Íze, kyoua yuzutte yaru. Dakara ma, tsugi wa motto tanoshimaseru. Ore ni gokujou no furukousu wo kuwasete misero ya. Jól van, ma tiéd lehet, úgyhogy legközelebb jobban élvezzük ezt ki. Egy első osztályú menüt etess meg velem. Ma! Szorobó jorokobaszete kuretasi, konkai dakeda jó, cugi wa boktacsi ga katsu kara. Ez milyen sportszerűek már? A földön fekvő aratát nem ölik meg. Hát, ha Szól örül, akkor most nem bánom, de legközelebb mi nyerünk. Mielőtt teljesen elvesztettem volna az eszméletem, ezeket a szavakat hallottam. Hú, de hát végülis akkor betalált az a teljes erejű csapásunk, a full drive teljes ereje. És nyilván eléggé meg is sínlett ezt a találatot, de az láthatóan képes volt utána talpon maradni. Mégiscsak kemény ellenfél.